Foglalkoztunk már a bankok által az állammal szemben indított perekről. A mai fordulója az ennek a történetnek, hogy a mai összes tárgyalásra kitűzött pert a bíróság éppen elnapolta. Hogy ez most van, aki szakértőként azt mondja, ez időhúzás is lehet akár, de hát hogyha formai akadálya van annak, hogy ezt érdemben tárgyalják, akkor nyilván itt nem lehet ezzel időt, a formai hiba az formai hiba. Szóval ezt én így nem tudom megítélni, minden esetre a mai hír ezzel kapcsolatban ez. Meg aztán az is, hogyha már a tartalmi részét nézzük, én a privátbankár.hu-n olvastam, hogy legyen bármilyen szintű is a bankok pervesztése, az érdemi kérdés, vagyis az elszámolás, ami önöket, adósokat érintheti, az pedig mindig is politikai hatáskör fog maradni. Felcsúti Péter a vendégem. Jó estét, Jó estét kívánok! Akkor ennek az egész pereskedésnek mi értelme? Hát én azt gondolom, hogy ez egy kötelező feladata a bankoknak. Nem tehetik meg, hogy is mondjam, csak egy lépést kihagyjanak a saját feladataik közül. Ez már a jelen helyzet, de miért akarta a kormány, hogy ez egy kötelező feladata legyen a bankoknak? Hát én azt gondolom, hogy a kormány nyilván a kormány szemszögéből, anélkül, hogy én most ezt nagyon jogászkodnám, ha ezt a lehetőséget nem kínálta volna föl a bankoknak, és a bankok ezzel a lehetőséggel nem éltek volna, akkor hát, hogy is mondjam, justizmordról, vagy hát, hogy is mondjam, csak itt súlyos jogtalanságról, vagy jogsérelemről beszélt volna belföldön és külföldön mindenki. Így, ha úgy tetszik, a gyermeknek neve volt, a jogorvosati lehetőséget a kormány nagyon szűk keretek között biztosította, a bankok számára kötelező házi feladat, hogy ezt a jogorvosleti lehetőséggel éljenek, még akkor is, hogyha nagyon valószínűen különösebb reményeket nem fűztek ehhez. Szóval ma az elnapolások napja volt, volt már vesztes forduló is, aztán arról kiderült, hogy ettől függetlenül még az ügyfelek nem fogják azonnal látni a pénzüket, de úgy amblok, hogyha nézzük, amit idéztem a privátbankáról, tehát az elszámos, ha most mindegyik bank elveszíteni az állammal szemben indított perét, akkor sem tudjuk azt, ami a hiteleseket egyedüliként, mármint hogy témaként egyedüliként érdekli, hogy mi lesz az elszámolással, mekkora összegről van szó, mennyit kaphatnak vissza az adósok. Hát én azt gondolom, hogy spekulálni lehetne. Ugye tegnap egy kiváló szakértőt önnél már elhárította a spekulációnak a... Hogy is mondjam, de azért tehát, elég rémisztő összegeket hát, mondott. Ugye az összegek attól függ, honnan nézzük, a bankok szempontjából rémisztő, az ügyfél szempontjából meg nagyon is kívánatos. Tehát én azt gondolom, hogy ha most az ön kérdés alapvetően egy fogyasztóvédelmi természetű kérdés, tehát hogy a kvázi az ügyfélnek most ez jó lesz, vagy nem lesz jó, akkor én valószínűsítem, hogy az ügyfelek a jelenlegi helyzethez képest lényegesen jobban fognak járni, tehát ilyen vagy olyan formában az adósságuk jelentősen csökkenni fog, vagy olyan formában, hogy egyszerűen a tőketartozásuk csökken, vagy én azt se zárom ki, hogy valamilyen visszatérítésre kerülhet sor, és természetesen a törlesztő részlet is csökkenni fog. Tehát ha ezt a kérdést fogyasztóvédelmi, az ügyfél szempontjából nézzük, az ősz folyamán a kormány elő fogja terjeszteni a parlament számára azt a csomagot, ami a kiszámolás matematikájával fog foglalkozni. Igen, hát ez ugye már látjuk, tehát azért ez már úgy körülbelül a Nemzeti Bank által közzétett számítási módszer az árfolyam résnek a visszatérítésével kapcsolatban, az úgy körülbelül már előre vetíti, hogy mire számíthatnak a bankok, és nem számíthatnak jóra. És én ennek kapcsán azt gondolom, hogy megértve azt, hogy önt és az ügyfelek százezreit ez a fogyasztóvédelmi mozzanat érinti, de én azért megemlíteném a másik mozzanatot is, ami arról függ, hogy hát a bankrendszer, hát a gazdaság, hát a jogbiztonság általános helyzete Magyarországon, hát a méltányosság. Szóval, hogy azért fölmerülnek itt egyéb szempontok is, egyéb szintén fontos szempontok, nem lebecsülve és nem alábecsülve azokat a fogyasztóvédelmi szempontokat, amit itt ön képviselt a bevezető során. Mondom, tehát mind a kettő érdekel, tehát a másik oldal is érdekel, hiszen az igen. Is mindannyiunkat érint, illetve az mindannyiunkat érint, mert a gazdaság... Hát ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor azt mondjuk, hogy mindannyiunkat érint közvetve, szemben a törlesztő részletekkel, amelyek közvetlenül érintik az ügyfeleket, akkor ez utóbbival nyilván ezt fontosabbnak tartják az állampolgárok vagy a fogyasztók, és ez körülbelül rendben is van. De azért én úgy gondolom, hogy ennek a kérdésnek, ennek a vitának van egy magasabb szintje, amelyik valóban a közvetett hatásokkal foglalkozik, amit én itt már említettem, jogbiztonságot, gazdasági növekedést,
befektetéseket Magyarországon, ki fog befektetni Magyarországon, ha ilyen mértékű ilyen mértékű bizonytalanság van ilyen horderejű kérdésekben. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy na ebből a szempontból nézve a dolgot sok jóra nem számíthatunk, mondom a Nemzeti Banknak ez az elővágása már, ami az árfolyamra és kiszámolását illeti, ez olyan mértékű, hogy is mondjam csak, tehát olyan nem szigor, tehát olyan mértékű keménységet, vagy ha úgy tetszik durvaságot vetít előre, már úgy értem az állam részéről, ami valószínűsíti, hogy a sokkal nagyobb tételt, tudnék az egyoldalú kamatemelések kérdését, a sokkal nagyobb tételt illetően valószínűleg valami hasonlóra számíthatunk, és akkor az azt jelenti, hogy ugye egy sávokba adták meg a várható veszteséget a bankszektor számára, hát nagyon valószínűleg a felső sávon fog mozogni. Ennek már meg lehet jósolni a rövid és hosszú távú hatását? Hát én még mielőtt ezt megjósolnám, hagyd mondjak még valamit, ha ez az egész dolog 2010-2011-ben történik, ahogy megtörténhetett volna végül, és a kormány dönthetett volna úgy 2010-ben, hogy akkor kéri meg a kúria álláspontját, megkapja nagyjából ugyanezt az álláspontot, nagyjából ugyanezt végigpörgeti a parlamenten, itt, ahol ez kell, és utána végrehajtja ezeket a dolgokat, akkor nincs végtörlesztés, akkor nincs árfolyamgát, és egy csomó minden nincs, ami egy időközben volt, ami már a bankszektornak óriási. Tehát az előző 4 évben a bankszektor elég nagy összegű veszteségeket szenvedett el úgy, hogy ez a probléma soha nem került nyugvópontra. Tehát ezzel kellett volna kezdeni a kormánynak? Hát nyilvánvalóan. Tehát ami az előző 4 évben történt, nem oldotta meg a devizahiteleseknek a kérdését láthatóan. A bankszektornak jelentős veszteségeket okozott, és most itt állunk 2014-ben egy újabb nagy összegű veszteséggel, ami a bankszektor számára kinéz. A második, amit szeretnék mondani, hogy időközben az azért látszik, hogy közben 40%-kal csökkent Magyarországon a hitelezés volumene. Tehát 4 év alatt körülbelül 40%-kal csökkent. A legutolsó nyilvánosságra hozott adatok, az utolsó negyedév adatai még mindig csökkenésről beszélnek. Tehát van itt Nemzeti Banki Növekedési Hitelprogram, van itt minden, de a bankszektor által nyújtott hitelek állománya rendíthetetlenül és megállíthatatlanul csökken, mind a vállalati szférában, mind a lakossági szférában. Az pedig az álmos könyv szerint nem jó. Tehát egy olyan országban, amelyik jellemzően forráshiánnyal küzd, a gazdaság minden szereplője forráshiánnyal küzd, a bankszektornak eminens feladata lenne, hogy hitelezzen, de láthatóan nem hitelez, nem tud és nem akar hitelezni, és a kettő olyan nehezen szétválasztható, hogy mennyire akar és mennyire tud. Azt gondolom, hogy az egészen biztos, hogy ennek a történetnek a vége az lesz, hogy Magyarországon a hitelezési volumen tovább fog csökkenni. A csökkenésről beszélünk, nem teljes mértékű megszűnésről. Ebből a kijelentésből ugye azt a következtetést is levonhatjuk, hogy azért hitelezés van ma is Magyarországon, és lesz a jövőben is. A mértékét azt nem tudjuk, hogy esetleg visszaesik-e, és ha igen, akkor mennyivel. De most engem igazából a van érdekel, hogyha azt már törvényileg kimondta egy bíróság, hogy az árfolyam résnek az alkalmazása, az eladás és vételi ár közötti különbségnek a felszámolása az jogszerűtlen. Hogyha most sorra majd a bankok elbukják a pereket, és a bíróság kimondja a kúria, és egyébként az a 7 paramétert, ha megnézzük, akkor az egyoldalú szerződés módosítás, nagyon nehezen tudok olyan szerződést elképzelni, ami átmenne ezen a nagyon szigorú szűrön, hogy mitől válik egyoldalúvá egy ilyen szerződés módosítás, mitől már nem elfogadható, tehát valószínű egyik sem lesz elfogadható. Akkor pillanatnyilag milyen hitelszerződéseket kötnek a bankok? És még, milyeneket igen. fognak majd kötni? Én még hagyd említsek meg egy lényeges mozzanatot, ami azt gondolom, hogy nem sűrűn hangzott el egyébként az ön műsorában sem. 2009-ben a bankok elfogadták azt a bizonyos magatartási kódexet, amely többek között az egyoldalú kamatemeléssel is foglalkozott, egy oklistához kötötte az egyoldalú kamatemelés lehetőségét. Ez nem önmagában nem érdekes, ami érdekes, hogy ezt a felügyelet jóvá hagyta. Tehát 2009 óta a bankok egyoldalúan módosították a szerződéses feltételeket, az kizárólag olyan alapon tehették, amit egy magyar a felügyelő, tehát az illetékes magyar állami hatóság jóvá hagyott. Ezt most a kúria felülírta. Tehát és van olyan ok egyébként, ami akkor a 2009-es
etikai kódexben úgy szerepelt, mint rendkívüli ok, ami indokolhatja az egyoldalú szerződésmódosítást, ami most viszont a kúria. Hát köszönő viszonyban nincs, természetesen köszönő viszonyban. A kúriának a 6 pontja, meg amit a felügyelet jóvá hagyott 2009-ben, a kettő között semmilyen kapcsolat nincs. Ám de azért vegyük észre, hogy a bankok joggal érvelhetnek, hogy de ők jogkövető magatartást tanúsítottak, hiszen a felügyelet jóvá hagyta azt, amit ők tettek. Ez ugyanez egyébként az árfolyam részre is vonatkozik. A felügyelet 2009-ben megtiltotta a bankoknak a vételi és eladási árfolyamoknak az alkalmazását, de azt lehetővé tette, hogy a bankok középárfolyamát használják. Tehát ne a Nemzeti Bank középárfolyamát, hanem a saját középárfolyamokat. Akkor, ami nem pont ugyanaz. A felügyelet is kell, hogy és bíróság elé menjen, hát minden esetre a bankok joggal érvelhetnek azzal, hogy egy méltányos, hogy is mondjam, a kormányzati attitűd legalábbis azt mondhatná, hogy hát azért itt az állami hatóságoknak is van valamilyen szerepe abban, de hogy a dolgok... De ez bíróság előtt biztos utalnak erre. Hát biztos utalnak, és valószínűleg nem áll meg. Hát ezek szerint nem áll meg. De az én kérdésem változatlan ugyanaz, hogyha én ma akár vállalkozóként, akár magánszemélyként bemegyek egy bankba, és sikerül hitelt kisírnom valahol, akkor... Csak törvénytelen feltételekkel köthetek pillanatnyilag. Hát én azt gondolom, hogy most már a bankok biztos rohammunkában átírják az általános üzleti feltételeket. Én ebben egészen biztos vagyok. Ugye hát ez egy rettenetes kockázat a bankok számára. Ez meg természetesen a bankok számára, szóval a bankok számára kötelezővé teszi az óvatosságot, tehát ennél még bonyolultabbak lesznek a szerződések, még több hivatkozás lesz, szóval, hogy nem lesz könnyű hitelhez jutni. Tehát így most augusztus vége felé, ha kötök egy szerződést, akkor nekem, és mondjuk az... köthetek deviz alapút? Hát vállalatként. Hát vállalatként, igen, úgy még talán találok. Akkor nekem már a bank, a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamán fogja számolni? A lakosság. Egyébként a vállalatnál még nem tartunk. Ha lakosság lenne, de nem nagyon van, mert ugye a lakossági szférában már nincs devizahitel, de ha lenne, akkor középárfolyamon igen. És a vállalati szférára mindez még nem mondták. Én egyébként azt kell mondanom, hát ugye ez egyike annak a nem egy, hanem számos következetlenségnek, ami egyébként ebben a jogegységi határozatban benne van. Tehát én nem nagyon érzékelem, hogy mi a különbség mondjuk egy vállalati deviza hitelszerződés és egy lakossági deviza hitelszerződés között abban a tekintetben, ahogy ez lebonyolódik, mert hogy egyébként ugyanúgy bonyolódik le. Hát hogy egyik forintra váltják, a két ár. Hát minden esetre ez ott lóg, mint egy Damoklész kardja a bankok feje fölött, és megint csak azt kell mondanom, hogy ez a jogbiztonság szempontjából, és abból a szempontból, hogy egy bank mer vagy nem mer, akar, nem akar valami újjal előállni, bármi olyasmivel, amiről azt gondolja, hogy az versenyelőnnyel jár számára, magyarán innovatív. Na az innovációra különösebb ösztönzés nem lesz. Most, hogyha ezek így mind lezajlanak, ezek a peres húzavonák, akkor mondjuk én vállalkozóként, az biztos, hogy azonnal elindítanak egy pert, hogy kérem szépen, itt vannak a különböző jogegységi döntések, hogyha ilyen és ilyen jogszabályba ütközött az árfolyam rés használata, alkalmazása Felcsuti Péter magánszemélynél, akkor ugyanazok a szabályok érvényesek Felcsuti Péter vállalkozóra is, tehát hogy miért is nem? Hát most ugye nyilván, akkor egy vállalkozó az hogyan? Igen, tehát azt gondolom, hogy most nyilván tippeket adott, egyébként nem rossz tippeket a magyar vállalkozóknak, de fordítsuk meg ezt a dolgot, szóval működhet így gazdaság? Szóval ki ekkora bizonytalanság közepette elvárható az, hogy a bankszektor azt a feladatát, az legfontosabb feladatát, hogy tudnék hitellel lássa el a magyar gazdaságot, azt teljesítse. Ma egy vállalkozónak milyen feltételek között ad hitelt egy bank? Hogy számolja, hogyha deviza alapú, akkor hogy számolja, ha van ilyen még egyáltalán a portfólióban, az eladási vételi árat, illetve mikor módosíthat feltételt a 2009-es etikai kódex szerint? Az csak a lakosságra vonatkozott. Hát az a bizonyos magatartási kódex, az csak a lakossági hitelekre vonatkozott, de ha én most bankvezető lennék, nagyon kínosan érezném magam a vállalati hitelezés miatt. Igen. Hát, mákja van, hogy most éppen de én már nem bankvezető. Köszönöm szépen, hogy köszönöm én is.